Na és tegnap végre sikerült teljes egészében összerakni Dórával azt, amiről már spoilereztünk egyszer Instagramon, meg amit múlt héten láthattatok a háttérben. És ami egy Lego. De nem akármilyen Lego, hanem... Gyertek, inkább megmutatom. Szóval van egy sorozat, amit sokan láttak, sokan nem, de akik látták, azok azonnal felismerik, hogy miről van szó. Ez ugyanis az Office, az a sorozat, ami pont 10 évvel ezelőtt ért véget, és amit Dórával körülbelül 2 vagy 3 héttel ezelőtt fejeztünk be, és amikor befejeztük, akkor sétáltunk a Lego boltban, és Marci egyszer csak kiszúrta, hogy nem ezt nézitek a mit tudom én micsodán, és mondtuk, hogy de ez az Office, és... És én tisztában vagyok azzal, hogy akik nem látták a sorozatot, azoknak ez nem jelent semmit, viszont akik meglátták, azok meg elképesztő izgalmi állapotban jönnek tőle. Mert hogy az Office nem meglepő módon egy irodában játszódik, és egy irodának a hétköznapjait mutatja be elképesztően vicces és humoros módon, elképesztően tehetséges színészekkel, és hát ennek az irodának a mindennapjait sikerült nagyon-nagyon jól megörökíteni ebben a Legóban. És erről azt kell tudni, hogy ez egy ilyen Lego IDS sorozatnak a tagja, ami ha jól értem, abból áll, hogy ez nem a Lego főhadiszállásán találták ki valahol Dániában, hanem hogy emberek beküldtek mindenféle dolgot, amit ők összeraktak otthon, és ezek közül néhányat a Lego hivatalosra is kiadott, nyilván felpimpelve, meg átalakítva, és ezt Louis találta ki. És az látszik rajta, hogy imádta a sorozatot, mert egy csomó nagyon-nagyon fontos pillanat meg van örökítve. Ott van például Kevin, aki hozza be a csilis babot és kijönti az egészet a földre, ott ül a recepcióban Pam mellette meg a kancsó, amit Jimtől kapott, Jim éppen zserébe rakja Dwightnak a tűzőgépét, Dwight éppen előkészít egy tűzriadót, amit másképpen gyújtogatásnak hívnánk, egyébként ott van a fiókjában a dobócsillagja, Michael pedig küzd a szavakkal és a nyelvtannal, ahogy általában szokott. Ja, és Meredith is rajta van egy denevér támadás elszenvedőjeként. Szóval ezek mind nagyon-nagyon jó pillanatok a sorozatból, és sok Legóval játszottam már, de messze ennek az összeállítása közben éreztem a legjobban magamat. Kár, hogy azt hiszem, hogy éppen elfogyott, szóval, hogy nem tudom, hogy lehet-e ezt még kapni, vagy már úgy kifutott, de minden esetre ott abban a boltban ez volt az utolsó példány, és tök nagy mázli volt, hogy Marci ezt észrevette és kiszúrta, és így ilyenket meg tudtuk vásárolni. Na, ez a blokk ennyi, és jöjjön a következő téma. Szóval beszéljünk egy full extrás, magyar fejlesztésű hosszabbítóról. És erről a termékről azt kell tudni, szóval akik régóta nézik a vlogot, azok tudják, hogy szponzorblokkba is csak úgy tud bekerülni egy termék, hogyha elég érdekesnek tartom ahhoz, hogy szponzorblokk nélkül is egyébként bekerülhessen. Mert hogy nem akarok nektek olyan kütyüket bemutatni, amik nem érdekelnek, sem pedig olyanokat, amikben nem hiszek. És amikor megkaptam a Roli visszaúszható hosszabbítót, akkor az első dolgom az volt, hogy visszaírtam, hogy nagyon köszönöm a lehetőséget, de nem kívánok élni vele. Mert ugyan volt egy csomó minden, ami tetszett benne, de összességében mégsem értettem a koncepciót. Tetszett az, hogy magyar termék, és a műsorban azért igyekszem teret adni a magyar termékeknek. Tetszett, hogy odafigyelnek az apró részletekre, például, hogy a tartaléküveg biztosítékokat ilyen kultúrált módon csomagolják a kütyűhöz. Tetszett az, hogy van rajta 2 220-as kimenet, ráadásul az egyik a nagy felületű, és van rajta 2 USB is. És tetszett az is, hogy kiúszható a kábel, meg visszahúzható, csak valahogy úgy nem nagyon értettem az egészet. És amikor visszaírtam, hogy köszönöm szépen, de hogy ez nem fog tudni megjelenni, akkor felhívott a fejlesztő, és megpróbálta számomra más megvilágításba helyezni a dolgokat. Eleve tök jó volt beszélni magával a fejlesztővel, hogy ő nem valami távoli országban él, és más nyelven beszél, és egy hatalmas irodaház tetején van, és csak valami 20 közvetítőn keresztül lehet elérni, hanem felhívott telefonon. És akkor elkezdtem magyarázni, hogy mi volt az, ami őt motiválta, amikor nekiállt a fejlesztésnek, és hallottam a hangján, hogy ő őszintén nagyon-nagyon boldog, hogy létrejött ez az eszköz. És a motivációját is meghallottam, és azt nem mondom, hogy elsőre megértettem, de minden esetre elkezdtem kérdezgetni más embereket, hogy ők mit szólnak ehhez, és úgy látszik, hogy tök egyedül maradtam azzal a véleményemmel, hogy nem értem, hogy ez mire jó. És kiderült, hogy a fejlesztő is, meg mások is azt szeretik ebben az eszközben, hogy egyrészt szemben egy hosszabbítóval, ami mondjuk nem egy esztétikus tárgy, ezt így ki tudod rakni magad mellé, és akkor egy esztétikus tárgyba tudod beledugni a dolgaidat. Másrészt sokaknak tetszik a praktikussága az, hogy van rajta 220 is, meg van rajta USB is. Bár ilyet azért más is tud, csak csúnyább megjelenésben. Harmadrészt is kiderült, hogy ez az igazi varázs, szóval ez a visszahúzhatóság, ez egész egyszerűen, ez meghatott bizonyos embereket. Pedig ezzel nem lett feltalálva a spanyol viasz, ugye ezt tudják a porszívók is. Jó, nem mindegyik ilyen jól, de mégis az a lehetőség, hogy nem kell végighúznod egy 3,5 méter hosszú kábelt a szobádon akkor, amikor mondjuk csak fél méterre, vagy egy méterre, vagy másfél méterre van szükséged, viszont végig tudsz húzni 3,5 métert, hogyha 3,5 méterre van szükséged. Szóval ez lelkesítő erővel hatott
a többiekre. Ráadásul védett a túláram ellen, van többféle színben, és magyar fejlesztés. Mindegy, én kábelek között élek, én hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy mindenhol kábelek lesznek körül, hát ott vannak a... ott 40 kábel van csak ott is kell, mindenhol kábel van, de... Sőt, még a falon is kábelek futnak. De az, aki tudja magáról, hogy nem szereti a kábeleket, vagy szeretné azokat olyan rövidnek tudni, amennyire csak lehet, az meg úgy is tudja magáról, hogy nem szereti a kábeleket, vagy szeretné azokat olyan rövidnek tudni, amennyire csak lehet. Videó alatt a link, mi pedig most menjünk színházba. Méghozzá egy magyar szerző Székely Csaba darabjára. Ez a Semmit se bánok, amit a Pince Színházban játszanak három színésszel. Benne van a fantasztikus Elek Ferenc, benne van Schneider Zoltán, akinek a legkevésbé fontos szakmai teljesítménye az, hogy annak idején ő volt az Attraktornak a narrátora, amikor a Discovery-re vittük a sorozatot, de már akkor is én ragaszkodtam hozzá, hogy ő legyen a narrátor, mert annyira fantasztikus színésznek tartottam. És benne van Starenki Dóra, akit én annak idején az HBO-s Terápiában ismertem meg, és akkor még nagyon-nagyon fiatal, szinte gyerek színésznő volt, de szóval sokat elmond róla, hogy Mácsai Pállal szerepelt egy színben. A jelenetekben tulajdonképpen ketten voltak, és méltó partnere volt Mácsainak, aki hát... na. A rendező pedig a nagyon-nagyon híres Starenki Pál, aki egyrészt Dóra apukája is, másrészt színész is, a harmadrészt meg ő a Pince Színháznak az igazgatója. És Dórával régebb óta jobban vagyunk, és ő hívott el erre a darabra, és mondtam, hogy tök szívesen elmegyek, de hogy nem lehetne, hogy bevigyelek titeket a díszletek mögé, és hogy megnézzünk olyan helyeket, ahol általában nem jut be az ember, úgyhogy a következő, hát körülbelül 10 percben ez fog történni, hogy benézünk egy színházi előadás díszletei mögé. És én nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert hogy ez egy izgalmas világ, és hogy most végre egy kicsit feltárul előttünk. Csak még össze kell szednünk Dórát, aki otthon készülődik, de aztán indulunk is. Gyertek! Na én most először nem aggódok, hogy elkésünk a színházból. Miért? Mert együtt utazunk a színésznővel. Ja, tényleg! Ha ő késik, akkor mi is késünk. Igen, mert hogy Dóra itt lakik a szomszédunkban, amire nemrég jöttünk rá. Igen. Úgyhogy egy busszal megyünk a színházba. És való igaz, hogyha ő nincs ott, akkor úgy sincs előadás, szóval, hogy... Hiszen az előadásnak ő a 33%-a. Nem kezdik el nélküle, úgyhogy nélkülünk se kezdik el. Imádok felvenni egy olyan kabátot, amit már rég vettem fel. Miért szeretem felvenni egy olyan kabátot, amit már rég vettem fel? Mert bármi lehet a zsebében. Ebben mondjuk pont semmi nincsen, de először szoktak kerülni csodálatos dolgok. Én ürítem azokat a zsebeket. Hello! Elment már egy... Nem, vártál. Miért? Nem. Everybody says I have no common sense, spending too much time inside my head. Why should I care? Is there any good out there? Land of the living or the dead? Hello, Dóri! Hello! És Dóra apukája rendezte a darabot. Azt tudtad? Tehát ez a Starenki családnak a külön projektje. Starenki Pál. Hello, szia! Starenki Pál. Köszi Csaba, nagyon örülök. Örülendek, szia! Szia! Te vagy a csúlya innen, ugye? Igen. Itt a díszlet, bútor, minden, de egy nagyon-nagyon összezsúfolva, mert... Hát így néz ki, hogy bármilyen színháznak a pincéért. Itt körülbelül. És még... Csak hát, ilyen... Több az érdekes dolog belül. És akkor itt alkotás is folyik, ugye nem csak be vannak ide szórva a díszletek, hanem amit kell... Amennyire lehet, akkor igen, ilyen kisebb dolgokat, főleg javításokat itt végeznek el. Ez az működik? Ez a porszívó? Aha, igen. Ez a porszívó talán nem is működik, egy másik az, hogy szerepelni is fog az előadásban. Rakéta? Vagy hát az, de olyan hangja van, hogy aki alszik, addig az is felé. Mert hogy szokott ilyen lenni, hogy néhány elfúnyók állnak? Csak én vagyok rossz indulatú. Azért raktam be az előadásba, hogy aki még nem ébredt fel, vagy nem figyelt oda rendesen, az is. Itt a nézőtér. Uh-huh. Itt ugye az van 99 nézőfér el. És hát ez egy pici kis nyitott színpad most, ez egy most ebben az esetben egy bukaresti bérház belsőjét mutatja. Ja, ott meg az egyik protagonista alszik. Élő ember alszik. De ennyire elfáradt? Hát túlterheltek a színészek, ezt most komolyan mondom. Kivéve én. A színészekről, valaki esetleg a színészekről keresne egy tehetséges ifjú színész, aki nem túlterhelt. Igen. És akkor ez az ügyelő birodalma, itt nézi a monitoron a nézőteret, színpadot, a folyosót, mert oda is megyünk, meg az előteret, illetve a szövegkönyv, itt tudnak hívni jelenetekre,
De aki itt ülő, követi is a szöveget? Természetesen. Igen. Hát és... vagy már tudja kívülről, de azért nem tudja. Én követem. Követi. De hogyha is elakadás történik, akkor innen történik a segítés? Vagy ez hogyan nem, működik? Nem, van külön súgó. Az más. Van külön. Ja, értem, nem, akkor... azt tudja csak ebből igazándiból, mint egy karmester levezényen, hogy most éppen kijön, ki következik, akkor szól, hogy figyelem, figyelem, XY-t kérem a színpadra, figyelem, figyelem, már elkéstél, úgyhogy maradj otthon. Én amíg bemennék, itt szoktam így ülni. Az első 45 percben, ugye, ha jól értem, mert te a 45. percben bukkansz fel. Igen. Hát miért nem a hajmosóba ülsz? Ne. Az a Hajmeresztő című előadásban van, de az is egy jó előadás. Csak halkan belalszik a kollega. Most tényleg ez tényleg igaz? Tényleg alszik ott van? Tényleg alszik. Nem, mindig nem hiszem el. És milyen érzés belépni a színpadra? Tehát, hogy van az emberben még druk, vagy már? Hát most nem, majd amikor jövök, akkor lesz. Hát úgy nem most értettem. Itt vagyunk négyen, hanem amikor itt a közönség. Persze. Tényleg, ez nem úgy kell. Nem. Azt mondják, hogy amikor már nem vagy ideges, hogy nem nincs meg az adrenalin, akkor már nem szabad színpadra venni. Már nem lesz jó a játék. Már nincs tétje. Nincs tétje. Vagy aludni kell. Jó, hagyjuk őt. És láttok valamit előadás közben, vagy aki tett a fénynek is? Max az első sornok, egy derengés, semmi nem érzem. Tehát valaki túljázom, lehet a negyedik alkalommal az elszúr magát, mert nem tudjátok. És vannak ilyen igazi öltözői lámpáid. Igen, ami azért vicces, mert hogy valójában ebben a darabban nincs rajtam smink. Tehát konkrétan még azt is leszedem, ami a rajtam van. Tehát hogy semmi nincs rajtam. Hát ezt a Székely Csaba írta, ezt a darabot. Ezt először Romániában mutatták be. A Ceausescu időszak után játszódik Romániában, 2000-es évek eleje. És egy nyugdíjazott szekuritáte tiszt a főszereplője, akit a Schneider játszik. Schneider Zoltán, bocsánat, a Schneider. Ez a sírva nevetünk egy kicsit, az a típusú darab. Tehát igazi kelet-európai darab akkor. Nagyon jó darab. Igen, én nagyon szeretem, én ezt az egy darabot tartottam meg, ebben az egybe játszom jelen pillanatban, úgyhogy nekem abszolút ez a favorit. És kicsit rettegek is attól, hogy mi lesz, ha ezt egyszer le kell venni. Ezek ilyen nagyon furcsa dolgok, amikor egy ember elkezd így ragaszkodni ahhoz a karakterhez, amit játszik, meg az a darabhoz, meg úgy ahhoz a dologhoz, még akkor is, ha csak havi egyet-kettőt megy. És akkor három ember kapcsolatáról szól ez a darab? Tulajdonképpen igen. Akik milyen viszonyban vannak egymással? Hát barátja, valójában akkor egy, nem, hát úgy van, hogy van maga a Sneci, tehát a Security tiszt, és akkor ő vele van viszonyban az egyik szereplő, az Elek Feri, aki egy másik tisztet játszik, és van ez a Liza nevű lány, aki meg egy szomszéd. Én ilyen fél hét körül szoktam a Krisztiánnal, aki amúgy súgó is és asszisztens is volt, vele szoktam összemondani, csak egyszer gyorsan így ledarálom a szöveget, hogy biztos, ami biztos, mert amióta covidos voltam, azóta sokkal jobban parázom. Egyszer volt egy ilyen nagyon fura blackoutom, és azóta elkezdtem félni attól, hogy nem fog eszembe jutni. De hát ez abszolút a para. Tehát ez semmi más, hát mint a rágörcsölés egy bizonyos pontra. Igen. Tehát, hogy ez... Igen. Tehát álmomból felkeltenek, tudom ezt a szöveget. Tehát nem játszottuk 8 hónapig. Csak a színpadon. Nem. Úgy ver a szívem, hogy effektíve... Így. Mielőtt színpadra mennél, ha te kezdesz. Hát, ha én kezdek, akkor nagyon durva. De ti ezt élvezitek, vagy hogy miért csináljátok? Mert, hogy... Színészetet? Igen, hogy muszáj, kényszerítenek rá. Függők, édesapád kényszerített rá? Igen, segítsenek, bentsenek meg. Szabadítunk. hogy élvezitek, és mit élveztek rajta benne? Hát az, hogy úgy teljesen át, tehát hogy úgy kiszakadsz, teljesen átalakulsz, teljesen átveszel egy ilyen tök más sztorit, teljesen más karakter, de közben úgy felveszed annak az érzéseit, akkor utána azt úgy meg akarod oldani, meg akarod fejteni. A legnehezebb szerintem az, vagy legalábbis most, hogy keveset játszom, hogy bemész, és aztán az a kijövés, az mondjuk, hogy mit tudom én, mennyi idő. Hogy lejövjél erre. Igen. Értem, mert van arról szó, hogy mi elmegyünk együtt vacsorázni, de akkor, ha jól értem, nagyon rossz fejleszel addigra, egy ilyen összetöpörödött, szomorú, romániai, megnyomorított kislány leszel. 18 óra, 30 perc, első figyelmeztető. Mire figyelmezte? Engem figyelmezte? Utána figyelmeztetnek? Nem, ez nekünk szól. Három figyelmeztetés van kezdésig, van egy aztán első kirúgnak. Figyelmeztetés, az 30-kor, másik figyelmeztetés 45-kor, harmadik 5 perccel kezdés előtt, és aztán kezdéshez van hívás. Feri! Hello! Ezt imádják, amikor ébredek. Elvezünk mellett, hogy megaludtál.
Felvettünk téged, hogy alszod, de csak a lábadat. De csak a Nagyon szeretem a podcastjaidat. Tényleg? Jaj, nagyon megtisztelő. Én meg örülök a találkozásnak, hogy így személyesen is megtisztelő. Főleg most beérem, vagy nagyon aggódott, hogy mi lesz így, hogy alszol. Semmi, meg is nézitek, vagy ti tudtok valami? Persze, hogy ne. Ott van az irányítópult. Ahonnan irányítják a formáj... nem tudom. Űrhajókat. A zenét. És ez itt a titkos lépcső. Igen. Igazából itt szoktunk kisúrani előadás után, hogyha nem akarunk. Hogy a rajongókat el tudjátok kerülni? Igen. Azt láttam, itt jöttünk el. És akkor itt szépen kisúransz, és már itt se vagy. Illetve a zohányzó kollégák erre szoktak itt kiszaladni, dohányozni, hogyha... És akkor pókember hiába vár az aláírásodért a darab után. Ez nem egy első randis darab, de most már értem, hogy miért van te elház. Szóval, hogy Dóra mondta, hogy ott ne kérdezzem, mert ő még sokkos állapotban van, de hogy nagyon-nagyon durván erőteljes darab volt, valami hihetetlen atmoszférája volt, és hogy három színész hozta le az egészet, igaz? Tehát, hogy egyetlen színpadképet láttunk, nem fogok spoilerezni, de tényleg benne volt ugye Schneider Zoltán, Elek Ferenc, és benne volt Starenki Dóra, és hogy tudod, hogy az van, hogy sokszor, amikor nézel egy színpadon egy darabot, akkor úgy érzed, hogy az egy darab, de itt most tényleg olyan volt, mint a bent lettünk volna abba a nappaliba, és egy ilyen nagyon-nagyon tipikusan kelet-európai sztorit láttunk, ami milyenek a kelet-európai sztorik, ugye egyrészt nyomasztóak, másrészt viccesek, harmadrészt meg tragikusan drámaiak, és hogy ez mind benne volt ebben az 1 óra 45 percben, ezzel még nem spoilereztem. Nem, senki se gondolta, hogy ez egy paródia lesz. Nem, ez kemény, és csak, tehát hogy ezt bírni kell lelkileg. Tehát, de hogy ezt bírni kell, de hogy közben meg sokat nevettünk, tehát hogy miközben így facsarodott a szívünk, nagyon sokat nevettünk, zseniális volt tényleg. A rendezés, meg a három színész, amit ott összehozott abban a színpadképben, ami egyébként tényleg szintén egy ilyen tipikus kelet-európai színpadkép volt, nem? Tehát, hogy mind a beraktak volna egy olyan lakásba, amit mindannyian ezerszer láttunk, és hogy nem volt benne semmi mesterkétség. Hú, de jó volt. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Jövünk vissza egy következő adással. Sziasztok!